szeretnek engem. Titivel beszéltem, a sokat, mindegy, milyen jót akar, egymástól tudnak körbe futtatni, illetve egymással dolgozni. Nekem vannak ötleteim. Kár, hogy a Zsú ebből kimarad. Én nem. És én itt a visszaértenek, hogy én egyről nem szeretnék YouTube-on lenni. Ezek vannak gyerekek. Nem beteg a nő, baszki. És ezek nem hamisítottak, bazd meg, ezek nem hamisított üzenetek, baszki. Elegem van a Páva Bogi volt, bazd meg, mert nem normális embereket tesz tönkre, felnőtt embereket tesz tönkre a fenyegetőzésével. Az, hogy rajtunk akar felkapaszkodni, hogy ő közszereplő, baszki. Ő nem közszereplő, geci, egy dagad disznó, egy mentális zavarokkal küzdő disznó. Ne haragudjatok, tényleg meg, ami... Nem, komolyan nem hiszem el. Az a baja, hogy nem hívtuk el Nyíregyházára, mert elmentünk egy közösség találkozóra, és komolyan a nőnek ez a problémája. Tavaly... És ezért akar bosszút állni. Szeptember 25-e, tessék, ezt küldték át nekem, tessék. Páva Bográka, Páva Bográka, következő üzenetekkel. Sziasztok, csúfigasság az, hogy én magam is való rendelkezem narcisztikus vonásokkal. Anyukám narcisztikus pszichopata, így örököltem belőle sajnos a genetikát is. Illetve ebben az évben két darab nárcisztal, én úgy vélem, nem véletlen hasonlót hozza, illetve szeretném érezni magam, beteg vagyok, ráadásul most szabadultam meg egy női nárcisztól, mert ő engem, engem a nő nárcisztikus megtalált az első-második eset már. Véleményetek érdekelne, rettenetesen rosszul vagyok most a mostani narcisztikus nőtől, de kiszálltam, egyszer-kétszer éreztem vele, menekülök előre, nem kell, eltávolodtam, majd vízte estem. Ilyeneket írkál a nő, basszátok meg, és mi vagyunk a betegek, mi, tényleg mi vagyunk, és a Reni ennek a nőnek a mellé áll, és hord le minket, geci, hát fogadja örökbe, bazd meg a Reni, és legyen vele a Reni, bazd meg, meg ölelgesse a nőt, csak akkor szakadjon le rólunk, mert nem normális, geci. Tényleg nem normális egyébként, tehát ez... Már feljelentettem a Bogit, csak mondom, feljelentettem a Bogit. Holnap fel fogja hívni az ügyvédem, fel fogja hívni, mert már jelentettem a Bogit, mert nem normális. Igen, már az ügyvéd beszélni fog a Bogival, már azon vagyunk, mert már tényleg nem tudjuk ezt pszichésen elviselni a dolgait. Most ez a közös live is micsoda? És még a Páva Bogi sír, ezek után még a Páva Bogi sír. Mentálisan beteg a nő, tehát itt vannak az üzenetek, hogy mentálisan beteg a nő, tehát beteg a nő mentálisan. Ő maga írja magáról. Undorító gyerekek, tényleg, ami már itt az interneten megy. Ez komolyan mondom, ez szánalmas, de komolyan. Tessék, itt van Páva Bogi. Tessék, Páva Bogi. Következő mondatok. Tudom privát kapcsolat teremteni, nem tudok, mert nincs kiútom. Anya legnagyobb lelki kapos, nagyon durva dolgokat éltem meg 39 évem alatt, de most már az van, pont elég volt. 20 éves korom óta vagyok nyilvántartott pszichopata, beteg, baszki. 20 éves korok óta, ezt ő maga írta ki. Pszichopatáról beszélgetünk, és azt mondjátok, hogy mi engedjük közel őt, hogy fogadjuk örökbe. Hát normálisak vagytok, hát fogadjátok ti örökbe, azt legyen veletek. Éljetek vele, bazd meg, egy lakásban, egy sziopatában, aki maga vallja azt, hogy sziopata. Maga vallja azt, hogy sziopata. Maga vallja, hogy sziopata. Nyugodj meg, hát tudom, hogy bazd meg, ez tényleg, ezt már nem lehet egyébként elviselni, ami itt megy, és ez megy folyamatosan. A Bogi nem tud viselkedni. Nem tud viselkedni. Nem normális. Úgyhogy én le is rakom, én nem akarok ezzel tovább foglalkozni, aztán fent hagyom, aztán gondolkozzatok el, tényleg. Szánalmas ez a szarkavarás, meg minden, ami itt megy. Undorító, sok rossz indulatú ember. Lejjük, Emel.